Szép estét kívánok Önök, az Erőnk forrását, a Történelmi Egyházak műsorát látják. A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 650 millió forintos fejlesztési programba kezdett. Ebből az összegből készül el Ebesen egy 1000 négyzetméteres országos logisztikai központként is szolgáló raktár. A cél, hogy a hátrányos helyzetű családok ellátása, segítése még hatékonyabb legyen. 500 kilónyi válogatott ruhanemű, minden korosztálynak, felnőtt ruha, gyerekruha, cipők, ágynemű. Jó? Majd ezt kitetszenek osztani a élelmiszercsomagok átadása után. A ruhák mellett játékokat és tartós élelmiszert is vittek a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai Bagamérba. Összesen 55 család kapott adományokat. Ez jó, jó lesik. Mert 22 ezer forintból meg a párom az kap 32 ezer forintot, és abból nehéz megélni. Ezeket a kiadásokat, mindent nehéz megélni. A Református Szeretetszolgálat nem csak az ünnepek környékén segít határon innen és túl. Folyamatosan dolgoznak azért, hogy a rászorulók életét egy kicsit megkönnyítsék. Most ők kaptak jelentős támogatást, amely szintén a karitatív és humanitárius munkájukat segíti. Ez már Ebes, itt indult el a Magyar Református Szeretetszolgálat országos fejlesztési programja, amely részeként három adománygyűjtőpont, valamint Gelénesen és Ebesen raktár is épül. Ez utóbbi lesz a legnagyobb beruházás, az itt épülő 1000 négyzetméteres raktár országos logisztikai központként is működik majd. Az ünnepségen Olá István azt mondta, bízik benne, hogy Isten áldása lesz a munkájukon, hogy minél több emberhez eljuthassanak, hogy jobbá tegyék életüket. Azok az adományok, amelyek meg fognak fordulni ezekben az épületekben, ingatlanokban, azoknak a jó szándékú embereknek az adományai. Hiszem azt, hogy ők tudni fogják, hogy ez a szervezet, ez el is tudja juttatni ezeket az adományokat, célba fognak érkezni. Ezért még egyszer köszönet és hála a kormányzati szándékért, köszönjük a támogatást. A 650 millió forint értékű uniós és hazai forrásokból megvalósuló fejlesztési programot Vitályos Eszter államtitkár mutatta be. A hátránykompenzálás célzó szolgáltatások lehetőségei és minősége nagy mértékben javulni fog a fejlesztés hatására az összes érintett területen. Kedves jelenlévők, a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány meggyőződése szerint az emberi élet képviseli a világon a legnagyobb értéket. Nagyon fontosnak tartom, hogy vannak olyan szervezetek, amelyek így gondolkodnak, ahol az emberi életre kincsként, a legnagyobb értékként tekintenek, ahol a munkatársak hivatása a segítés, a támogatás és a szolgálat. Soltész Miklós államtitkár is méltatta a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját, de egyben hozzátette, már most fel kell készülni a folytatásra. Ilyen jellegű pályázatot és ilyen jellegű támogatást tudomásunk szerint egyetlen egy Európai Uniós ország sem csinált. Tehát egyedülállók vagyunk abban, hogy kiemelten a karitatív szervezeteket közösen segítjük és támogatjuk, majd abból pedig nem csak országon belül, hanem országhatáron túl, szerte a Kárpát-medencében pedig segítségnyújtást valósítunk meg. És én azt gondolom, hogy ezt folytatni kell a következő években is. Az ünnepségen Fekete Károly püspök azt mondta, a szeretetszolgálat munkája fontos, de még fontosabb, hogy okosan segítenek. Nem kell mindent egyszerre kiosztani, hanem meg kell várni jó időzítéssel azt a pillanatot, amikor jókor tudunk adni, és jót meg jól tudunk adni. Egy raktár erre van, hogy ezt a folyamatosságot szolgálja. Én kívánom azt, hogy a raktár fogyjon is, hogy aztán újra föl lehessen tölteni. És ne fogyjon el belőle soha az, ami ezt az elégségeset meg tudja adni. Mert ezzel reményt adunk, szeretetet adunk, és mivel ez református, az az egyházi szeretetszolgálat, szerintem a hit felé is vezetünk sokakat. Így áldja meg a munkátokat, így áldja meg a gondoskodó kormányzatot, meg így áldja meg azokat, akiken segíteni kell, mert amikor nagy baj van, akkor a szeretet kell, hogy szolgálatba lépjen. A Magyar Református Szeretetszolgálat évente több tízezer kárpát-medencei rászorulót segít, ha jövő március végére elkészülnek a beruházások, közte az Ebesi Logisztikai Központ is. Ez a szám tovább nőhet.
Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten. Ezzel az igei lelkülettel készül a Tiszántúli Református Egyházkerület az előttünk álló hétvégére. Május 18-án élik át újra az egység napját. Ezzel emlékeznek arra, hogy 10 éve egyesült újra a Magyar Református Egyház a Kárpát-medencében. Köszöntöm a stúdióban Tóth Mihala Veronika lelkipásztort, program fő koordinátort. Szép estét kívánok, áldás békesség! Jó estét kívánok, áldás békesség! Ahogy a felvezetőben elhangzott, 10 évvel ezért valami egészen különleges dolog történt Debrecenben, 2009-ben, egyesítő menetben a szétválasztott Magyar Református Egyháztestek kifejezték az egységüket. És aztán persze egy közös nagy Isten tisztelet keretében pedig hát kérték rá az Úr áldását. Az Úr áldása megérkezett, azt hiszem, mert hiszen 10 év eltelt, és elmondhatjuk, hogy tényleg a legnagyobb egy tömbben élő protestáns közösség az a Magyar Református Egyház. Ez csodálatos elmondani is. Na de hát ugye 10 éves évfordulóra készülni sem lehetett. Egyszerű, hogy ezt méltóképpen megünnepeljük. Hogyan készültek? A készülődést októberben kezdtük el, erre az évfordulóra. Ma már ez az idő rövidnek bizonyult. Azt hittük, hogy elegendő lesz ez az idő. Úgy készültünk a szervezésben, hogy nem azt szerettük volna, hogy mi Debrecenből vagy Budapestről, budapesti munkatársakkal kitaláljuk, hogy hogyan nézzen ki ez az ünneplés, hanem meghívtuk a Kárpát-medencében élő 65 egyházmegyének a képviselőjét, és egy kétnapos találkozót szerveztünk, hogy mondják el a tapasztalataikat arról, hogy ők a hétköznapokban hogyan élik meg a Kárpát-medencében a Magyar Reformátusság egységét. És hogyha ezt szeretnék megélni, ezt az ünnepséget, akkor azt hogyan tennék? Megkérdeztük őket arról, hogy milyen programok legyenek, milyen legyen az istentisztelet, hogy nézzen ki ez a nap. És a választaikból, és abból, akiket delegáltak erre az ünnepségre, állítottuk össze a programot, ami már most elérhető egy ideje. Utána még egyszer találkoztunk velük februárban, amikor csak azért találkoztunk, hogy együtt imádkozzunk. Nem csak a napért, hanem a magyar reformátusságért, nem csak a Kárpát-medencében, hanem Nyugat-Európában, Amerikában, Kanadában és mindenhol, ahol élnek testvéreink, a magyar reformátusságért imádkoztunk egy egész napot töltöttünk így együtt, és ennek a gyümölcse az, hogy lesz az egységnapon imalánc, mind a 10 Kárpát-medencében élő egyháztest képviselője összegyűjt egy kis csapatot, és reggel 10 órától az istentiszteletig folyamatos imádság, ima háttér kíséri a rendezvényt. Ugye az egy legfontosabb kérdés. Na de, ne szaladjunk a programokig előre. De arra lenni kíváncsi, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy megkérdezték, hogy hogyan élik meg az elmúlt 10 esztendő, hogyan telt, hogyan élik meg az egységes reformátusságot, milyen válaszok érkeztek? Az istentiszteletben. Annak ellenére, hogy közel 100 éve történelmi határok választják szét a Magyar Református Egyház részeit, egyháztestjeit, mégis együtt maradt az istentisztelet, egyben maradt. Ez azt jelenti, hogy nagyon hasonló tájegységenként, nagyon hasonló az istentiszteletünk. Mi lelkészek szoktunk a különbözőségekről beszélni és azokat hangsúlyozni. De valójában, hogyha valaki eljön egy istentiszteletre, akár itt Debrecenben, akár elmegy Erdélyben, akár Felvidéken egy magyar református istentiszteletre, akkor azért egy nagyon hasonló szertartáson vehet részt. Tehát ez az egység, az istentiszteleti egységünk, ez annak ellenére megmaradt, hogy így elválasztva élünk egymástól, illetve a tanbeli egységünk is megmaradt. Nem csak azért, mert azokon az apostoli iratokon és hitvallási iratokon alapszik ez a tanbeli egység, ami a 16. században, ami mellett elköteleződtünk 500 éve, több mint 500 éve, hanem azért is, mert a trianoni események után volt egy olyan megállapodás, hogyha lehetséges, akkor nem változtatnak az egymástól elszakadt egyháztestek. És ennek ez a gyümölcse, hogy elköteleződtek egymás mellett, hogy szeretnék ez kitartani az ősi gyökerek mellett. És azt gondolom, hogy ez mind azért lehetséges, mert a Szentírás tanulmányozásán alapszik a református hit.
És a Szentírás tanulmányozása az egyetlen, ami gyógyítja, az evangélium, ami tudja gyógyítani a történelem által ejtett sebeket. Semmi más nem képes erre. És én azt látom, hogy tulajdonképpen ez a 10 évvel ezelőtti esemény is azért volt annyira megható, mert ott is egy gyógyulási folyamat kezdődött el, vagy ott teljesedett ki ez a gyógyulás, amire nagyon nagy szükségünk van mindannyiunknak, hiszen a 20. század nagyon mély sebeket ejtett a nemzetünk, a családjaink, az egyén életünkben. Úgyhogy ez látszik ebben, hogy az egység ünnep, az egy olyan ünnep, ami mindenkit megmozgat. Ez egy életem legcsodálatosabb szolgálata eddig, pedig nagyon szép területeken dolgozhattam, a gyülekezet mellett, a hirdesd az igét mellett, hogy tényleg ahol csak kimondjuk azt, hogy egységnap, a városban, a Kárpát-medencében, bárhol, mindenhol azonnal nyitott ajtókra találunk, és mindenki nagyon szeretne segíteni, hogy ez a legszebb ünneplésem. Még egy másik, mindig maradva itt, visszajelzésekből, a hétköznapokban, apró pénzre fordítva, hogyan élték meg azt, hogy egységesek? Volt ennek bármiféle jele? Azon túl, hogy szertartásokban, elvekben, gondolatokban, lelkületben egyek? Gyülekezeti kapcsolatokban. Most, amikor szerveztük a szállást, hogy szerettünk volna egy ilyet, hogy akkor a határon túlról érkező testvéreknek keressünk itt a közeli 3 egyházmegyében szállás gyülekezeteknél, akkor nem tudtunk ilyet szervezni. Azért nem, mert mindenkinek van testvér gyülekezete, és jön. Tehát nincs hely, mert hogy ők maguknak leszervezték. Nincs olyan gyülekezet tulajdonképpen, olyan magyarországi gyülekezet, akinek ne lenne határon túli testvér gyülekezete. Ez nekünk is, a Kossuth utcán több is van. Tehát egyszerűen megvalósult. Élünk, ebben élünk, természetes. Évente többször találkozunk, közös rendezvényeink vannak. Természetes a szószékcsere. Tehát akkor elmondhatod, hogy gyakorlatilag egyszerre pulzál az egész. Ez teljes mértékben. Nem a megállapodások, a generális konvent üléseinek a szintjén zajlik ez csupán, ami természetesen nagyon fontos, hiszen ott azért történnek olyan megbeszélések, amik segítik és impulzusokat adnak azokra a nagy ívű tervekre, amik évközben történhetnek, hanem hát ez a gyakorlatban, a hétköznapi életben is megvalósul. Na nézzük most a programokat, hogy hogyan fog kinézni. Ugye azt látjuk, hogy 17-én már lesz generális konvent, tehát meg lesznek a hivatalos programok, amely ugye a nagy közönség számára nem feltétlenül láthatók, de nyilván a sajtó és a média világán keresztül igen, de 18-án, amikor megérkeznek a gyülekezet, hogy fog kinézni az a nap? Azért 17-én is be lehet jönni a nagy templomba. A zsinati ülés nyilvános. 2-től 5 óráig lesz zsinati ülés, és ez egy ünnepi zsinati ülés. Előtte 1 órakor a kollégium udvarán ünnepies faültetéssel kezdődik az egész rendezvénysorozat. A fa az az ősi szimbólum, ahogy most Kustár Zoltán rektor úr megfogalmazta, aminek a gyökerei mélyen a földben, és lombja pedig az égbe tör, kifejezi mindazt számunkra, ami egy ősi bibliai szimbólum, hogy micsoda az élet, és annak a terjedése, annak a virágzása, a gyümölcshozása, tulajdonképpen az az isteni adomány, ami a lelki élet. Úgyhogy faültetéssel kezdődik a 17-e 1 órakor a kollégium udvarán, utána szeretettel várunk minden érdeklődő testvérünket a nagy templomba 2-től 5-ig, a zsinati ülésre, és aztán 18-án pedig elkezdődik az a fesztivál jellegű rendezvény, ahol 14 helyszínen 1200 közreműködővel, 85 fellépő csoporttal és 50 kiállítóval várjuk a testvéreket. Ez a szám folyamatosan változik, és egyelőre még nem csökken, hogy szokott jelenni, hogy lemondás, de pillanatnyilag nem ez a tapasztalatunk, hanem pont úgy készültünk, hogy még 2 kiállító terünk legyen, már most az betelt ezen a héten, úgyhogy most már nem is 50 kiállítónál tartunk. Szeretett szolgálat, diakóniai intézmények, mindenféle szolgálati terület, egyházi turizmus mutatkozik be a lehetőségek piacán, a Fiú utcán. A nagy színpad lesz a szíve a rendezvénynek,
onnan fogjuk elkezdeni az egész napot, ott 10 órakor lesz az ünnepélyes megnyitó, és aztán onnan a Déri térre az ifjúsági színpadra, a Baltazár Dezső térre a zenei színpadra, a Kollégium udvarára, a népzenei színpadra, Imaláncra, pódiumbeszélgetésre, nőszövetségi ülésre, játszóházba, kézműves foglalkozásra hívjuk, mentőkutyás bemutatóra a kedves testvéreket. A Báb Színházban egy picit eldugva, azt azért mondom nagyon, mert hogy az fönt van a Kollégium egyik termében, érdemes lesz megkeresni, mert különböző tájegységekről jönnek bábcsoportok, gyerekek, felnőttek, úgyhogy azt is érdemes lesz megnézni, és a Péterfia utcai udvaron pedig játszóház és gyermekmegőrzés is lesz, tehát egy rövid időre, vagy egy pár órára ott lehet hagyni a gyerekeket, és aztán 14:30 lesz egy ünnepélyes bevonulás a Fűtérre, Fűtéren, a Kossuth téren lesz a nagy színpadról az istentisztelet, ez egy flashmob, a 42. Zsoltár fog megszólalni különböző feldolgozásokban és különböző helyekről, ez maradjon inkább meglepetés, és akkor 15:00 kezdődik az úrvacsorás istentisztelet, amit élőadásban közvetít a Duna Televízió. Mindez, hogy ennyi helyszínen vállalják, hogy szolgálatot teljesítenek, megmutatják magukat. Milyen értéke van mondjuk üzenetképpen kifelé azok felé, akik nem református testvéreink, üzenetképpen azok felé, akik mondjuk keresgélnek, vagy üzenetféleképpen azok felé, akik nem Debrecenben élnek, hanem szélesebb országban? Én úgy képzeltem el, hogy amikor ezek a történelmi helyszínek most megtelnek élettel, ami egyébként is tele vannak élettel, de most tényleg a Kollégiumnak minden zegébe, zugába beköltöztünk, az összes termet használjuk, vagy öltözőnek, vagy sajtószobának, vagy valaminek. Ez olyan lesz, mintha Debrecen szíve egy nagyot dobbanna. Én így képzelem. Hiszen az Debrecen szíve, ez az egész terület, ez az épület, és hogy biztos vagyok benne, hogy ez Debrecen érezni fogja. Így képzelem. Ez a képem erről. Befelé pedig azt gondolom, hogy akik az egyházi év hullámvasútján élünk, és húsvét után vagyunk most, a jubiláte hetében, ez az öröm hete. És szombaton lesz az öröm kiteljesedése. Elő van készítve. Kell ennél több. Missziói szempontból, a megszólításban. Ugye hát azért látjuk Debrecennek, hogyha megnézzük a lelki hovatartozását a lakosok tekintetében, akkor van hol dolgozni, és van kinek üzenni. A fiatalokra nagyon számítunk, és a fiatal családokra. Azért készültünk így, hogy legyen egy olyan színpad, ami kifejezetten nekik szól, ifjúsági zenekarokkal, performanszokkal, nem áhítatokkal készültünk, tehát az egy sokkal nyitottabb világ, ízlésformálás, alakformálás és közösségformálás, performanszok lesznek a Déri téren, nem áhítatok, hanem ilyen, nem is tudom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy végül ebből mi lett, és ifjúsági zenekaroknak, a csillagpontosoknak lesz a döntője, az üstökös, egy versengés, egy nagyon izgalmas dolog. A fiatalokra számítunk, és a fiatal családokra. Arra, hogy aki rátalál erre a programra, és nagyon sok felé szét küldtük, és nagyon sok mindenki látta az adatokból, ezt látjuk, az lehetőséget lásson abban, hogy eljön egy szombati napon a gyerekeivel, és jól érzi magát. Elmegy a bábszínházba, elmegy a kézműves foglalkozásra, és találkozik a református egyháznak a sokféleségével. Azzal, hogyha bejön egy istentiszteletre valaki, akkor egy arcával találkozik a református egyháznak, de ha most eljön, akkor nagyon sokféle arcával találkozik a református egyháznak, és ezt szeretnénk, hogyha ez a találkozás, ez nem csak velünk való találkozás lenne, hanem ott maradnának közöttünk, és minden egyes beszélgetésben mindenben van egy-egy cseppnyi evangélium, és az már, hogy az hogyan működik, az már nem a mi titkunk, abban csak reménykedünk, hogy a szombati napon az Úristen ezeket a kis magukat elveti a szívembe. Hát adja Isten, hogy így legyen, minél tövek szívébe
legyen ez, aztán szökkenjen szárba. És jöjjenek, és legyenek a gyülekezeteink tagjai. Nagyon szépen köszönöm, sok áldást kívánok erre. Köszönjük szépen. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Jeremiás próféta könyvéből szól ma Istennek az igéje, Gyatyel Péter lelkész tolmácsolásában. Áldás békességet! Isten igéjét Jeremiás könyvének 17. fejezetéből, a 7. és 8. versből olvasom. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyókig ereszti gyökereit. Nincs mitől félnie, ha eljön a hőség, lombja, üde zöld marad. Száraz esztendőben sem kell aggódnia, szüntelenül termi gyümölcsét. Közelednek a nyári hónapok. Egyre hosszabbak a nappalok, és az időjárás is egyre kedvezőbb. A napsütés hatására pedig egyre többet tartózkodunk a szabadban. Ahogyan megyünk a nyár felé, újra megtapasztalhatjuk majd a fa árnyékának védelmét, a zöld szépségét, és megízlelhetjük majd a gyümölcsöket. A fa képe, az árnyék, a szépség a gyümölcstermést juttatja eszünkbe. Nem volt ez másképp Jeremiás korában sem. Sőt, az ottani klímában még inkább fontos volt ez, még inkább felértékelődött a hűs árnyékot, a zöldellő tájat, gyümölcsöt ajándékozó fa. Ehhez a képhez hasonlítja Jeremiás próféta a bölcs férfit, aki az Istenben bízik. Milyen az az ember, aki bölcs, aki Istenben bízik? Annak az embernek az ige szerint nincs mitől félnie. Nap mint nap élünk meg olyan helyzeteket, amikor félünk. Félünk, mert nem vagyunk elég jók. Félünk, mert valami olyannal kell szembenéznünk, ami megrémiszt, ami elítél. Olyan helyzet, olyan emberrel kell szembenéznünk, aki lenéz, vagy uralkodik rajtunk. De félhetünk azért is, mert olyan helyzetben vagyunk, amely azt súlykolja belénk, hogy nem vagyunk elég jók. Nem vagyunk képesek semmire. De sokan élnek családjukba, vagy éppen népük, társadalmukban, olyan elnyomó közegben, olyan elnyomó személyek, vagy ideológiák mellett, előtt, hogy félniük kell. A fa, ha a sivatagban, szárazságban van, nem tudja felvenni azt a tápanyagot, ami őt élteti, azt a nedvességet, ami megfelelő környezetet biztosít számára. Ha ez így van, akkor a fa elgyengül, kiszárad. És az első vihar, ami jön, összetöri. De az erős, zöldellő fa kiállja a próbát. Ilyen lehet az Istenben bízó ember is, bár sanyargatják, bár félelembe tartják, de a bizalma Isten felé nem hagyja, hogy egyedül maradjon, és Istenben felismeri a szabadítót. Ennek a szabadításnak a megélése, a naponkénti kegyelem átélése az, ami azt eredménye, amit az igében is olvasunk, hogy zöld marad. Zöld marad. Egy szép cserép orchideát kaptunk ajándékba egyszer a családunkban, ami rá egy hétre, miután megkaptuk, elszáradt, és minden virágját ledobta magáról. A teljesen elszáradt ágak letörtek. De ez a virág egy kis idő után virágot hozott, új hajtást hozott, és azon 9 darab virágot. Azóta is 3-4 hónapja gyönyörködünk ebben a virágban. Bármennyire összetörhetünk, bármennyire kiszáradhatunk, elfáradhatunk, Isten szabadítása, az ő élő vize számunkra életet ad, és élhetünk, zöldelhetünk újra, vagy éppen tovább. A harmadik jellemzője a bölcs embernek, a bölcs életnek az, hogy gyümölcsöt terem. Az Istenben bízó élet nem valamilyen filozófiai fogalom, hanem a mindennapokban megtapasztalt valóság. A bizalom Isten felé, a mindennapi döntéseinkben, az általunk képviselt gondolatokban és a tettekben is tükröződik.
Mindezt a másik ember is látja, tapasztalja, és kimondhatja, hadd menjek veled, mert azt hallottam, láttam, tapasztaltam, hogy veled van az Isten. A gyümölcs mások számára is ajándék. A Magyar Református Egység napján találkozásra hívjuk a Kárpát-medence reformátusságát. Ennek a találkozásnak sem lehet más oka, csak az a közös tapasztalat, hogy Istenben bízunk, és az ő áldásában részesülünk. Az ő áldása pedig, mint élő víz, növekedést és gyümölcstermő életet ad. A Magyar Református Egység jelképe egy fa. A fa, amelynek gyökérzete, törzse és lombja is él, és az Istenben bízó emberre, és az Istenben bízó református egyházra is utal. Isten kegyelme az, hogy élhetünk, hogy létezhetünk, hogy van családunk, hogy létezhet városunk, országunk, népünk, felekezetünk, keresztény közösségünk és az egész világ. Éljük meg Isten kegyelmét úgy, mint a víz mellé ültetett fa, amely ha a folyókig ereszti gyökereit, akkor nincs mitől félnie. Ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad, és száraz esztendőbe sem kell aggódnia, szüntelenül teremti gyümölcsét. Amen. Eddig tartott mai adásunk, viszont mielőtt elköszönnénk, újra és újra hívogatunk minél többeket, mind 17-én, mind 18-án a különböző programokra. Örüljenek velünk, örüljenek a reformátusokkal. Jövő héten pedig május 23-án ismét várjuk Önöket a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!